Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat, a Csíksomlyói Ferences Fiatalok műsorát hallhatják. A mai estén Minden Szentek ünnepéhez kapcsolódva szeretnénk önökkel megosztani kedves közben járó példakép szentjeinknek az életét, azok tanítását, mindazt, ami megragadott bennünket az ő életükből. Fogadják szeretettel! Nekem egy nagyon kedves szentem Carlo Acutis. Ő egy átlagos családban született Olaszországban, de már kicsikorától nagyon nyitott volt a hit felé, és bár szülei nem gyakorolták a katolikus hitüket, de ő sokszor csak annyit mondott az édesanyjának, amikor a városban sétáltak, hogy menjünk be a templomba, mert én meg akarom puszilni Jézust. És kereste az Úrral való találkozásnak a lehetőségét. Már nagyon korán felfedezte azt a hittitkot, azt a misztériumot, amit még sokan felnőttként sem fogunk fel, hogy az Eukarisztiában valóságosan közöttünk van a megváltó, a második isteni személy. Ő barátként tekintett az oltári szentségben jelenlevő Jézusra. Minden nap fontos volt számára, hogy eljusson a templomba, hogy találkozzon az ő barátjával. Ugyanakkor Carlo az összes szentet a barátjának tekintette, például kedves szentje volt Szent Ferenc. Mivel a nagyszülei Assisiben laktak és náluk töltötte a nyarait, itt találkozhatott a városka szentjének lelkiségével. Gyakran járt Ferences lelki programokra, lelki gyakorlatokra, és gyakran Ferenchez hasonlóan elvonult a természetben, az ő lelkületével tisztelve a teremtett világot. Nagyon természetes módon, és egyáltalán nem mesterkélten végte a természetet, hanem Szent Ferenchez hasonlóan csupán az egész világ iránt való őszinte szeretettől vezérelve. Ugyanakkor Carlo osztálytársai elmondják, hogy sosem volt bosszúálló, hanem minden bántásra szeretettel válaszolt, már kiskorától fogva. És ha látta, hogy valakit kiközösítenek, vagy nem szeretnek, ő azonnal ott volt, és szerette őket. Azt akarta, hogy érezze mindenki, hogy szeretve van, úgy, ahogy ő is megtapasztalta az Úr által, hogy szeretve van. Ugyanakkor 21. századi fiatalként nagyon szeretett az internettel, a számítógépével foglalkozni, és nagyon jó is volt ebben, viszont nagyon tudatosan kezelte mindezt. Tudásával másoknak is alázatosan segítségére volt, és nagyon fontosnak tartotta, hogy az ember az ösztönein uralkodni tudjon, és ő ezt meg is tette, hiszen nagyon odafigyelt, hogy az Úr legyen az ő életének az előterében, és hogy a számítógép iránti szeretetét is az Úr szolgálatára adja. Ennek eredménye a már sokak számára ismerős, általa készített weboldal, ahol eukarisztikus csodákat gyűjtött össze annak érdekében, hogy minél több embert megérintsenek, és észrevegyék, hogy milyen élő és valóságos, csodálatos kincset adott nekünk az Eukarisztiában Jézus. Tehát igazán példaképünk lehet ez a fiatal az önuralom terén. Ő mindig figyelt arra, hogy csak bizonyos ideig használja egy nap ezeket az eszközöket, és soha ne maradjon el a napi szent mise és rózsafűzér. Nagyon szerette a szűzanyát is, még kicsi korában megfogadta Lourdesban, hogy hűséges lesz a rózsafűzérhez, és az is maradt. Amikor 15 évesen megtudta, hogy egy nagyon erős leukémiája, vérrákja van, akkor egy YouTube videót is készített, amiben nagyon vidáman azt mondta, hogy most mennie kell. És tényleg úgy ragyogott, sugárzott belőle az öröm, mert ő tényleg Jézussal olyan barátságban élt, és a többi szenttel is, hogy már alig várta, hogy találkozhasson az ő barátaival. Az ő betegsége csupán egy hetet tartott, de az alatt nagy fájdalmai voltak. Mégis az ápolók úgy emlékeznek rá vissza, akihez öröm volt bemenni, mert ő adott nekik lelki erőt.
Nem kért fájdalomcsillapítót, hanem ha kérdezték, hogy rosszul van-e, azt mondta, hogy nagyon jól van, és hogy vannak, akik rosszabbul vannak nála. Még akkor is, amikor fél órával később kómába esett a fájdalomtól, azt mondta, hogy tűrhetően van, és nincs szüksége semmire. Kérése szerint Assisi-ben a puszta földben temették el őt, viszont a boldoggá avatásakor felvitték őt a Santa Maria Maggiore templomba. Amikor itt jártunk a ferences ifjúsági csoportunkkal, akkor láthattuk őt az üvegkoporsóban. Számomra ez nagyon megható élmény volt vele kapcsolatban, mert azt éreztem, hogy itt van nagyon közel hozzánk. Tényleg úgy látszott, mintha csak aludna, de közben még mosolygott is, mintha ott állt volna mellettem, és azt mondta volna, hogy ez csak a testem, de én itt vagyok veletek. És tényleg azt éreztem, hogy ott van közel hozzám, mint amilyen közel ő érezte magát a többi szenthez. És hiszem azt, hogy ő is itt van közöttünk, hogy barátunk legyen, és elvezessen ahhoz a Jézushoz, akinél ő is van, és akit ő is olyan nagyon szeretett már itt a földön. Carlo mindössze 15 évet élt, és ez a 15 év alatt a tiszta lelkével és nagy-nagy szeretetével olyan mély dolgokat értett és élt meg, ami által tényleg ez a rövid idő alatt is egy teljes életművet alkotott meg. Ahogy ő fogalmazott, az ő autópályája a mennybe az Eukarisztia volt. Boldog Chiara Luce Badano az én nagy példaképem. 18 évesen halt meg, és hogyha most élne, akkor 53 éves lenne. Chiara egy teljesen átlagos olasz lány volt, aki nagyon szeretett sportolni és a természetben lenni. 17 éves volt, amikor diagnosztizálták, hogy csontrákja van, de ő erre a betegségre nem úgy tekintett, mint nehézség, vagy nem ijedt meg tőle, hanem úgy látta, mintha Jézus ezt azért küldte volna neki, hogy megerősödjön a vele való kapcsolatában. Nagy fájdalmai idején gyakran mondogatta, hogy érted Jézus. Arra gondolt, hogy amint Jézus is a kereszten vállalta értünk a szenvedést, úgy ő is akarja ezt a nehézséget, ami most ebben a pillanatban van az ő életében. Minden fájdalmát fel akarta ajánlani Jézusnak. Ezért a morfiumot is visszautasította, még akkor is, amikor brutális fájdalmai voltak, mert úgy vallotta, hogy neki most már csak ennyi maradt a világon, ez a fájdalom, és hogyha ezt nem tudja odaadni Jézusnak, akkor nincs értelme az életének. Chiara nem félt a haláltól. Mindenki megjegyzi, aki körülötte volt, hogy csodálatos fény áradt belőle, és az örömet tudta sugározni. Egyszerűen jelenléte jelezte, hogy nem létezik a halál, mert Krisztusban a megváltás által már új életre kaptunk meghívást. Chiara a temetését úgy készítette elő, minthogyha egy mennyegző lenne. Kiválasztotta az olvasmányokat, énekeket és a hófehér halotti ruháját is. Azt kérte, hogy barátai, szülei és mindenki örüljön a temetésén, hangosan énekeljen és ne sírjon, mert nincs amiért félniük és siránkozniuk, hiszen ő Jézushoz megy. Tudta, hogy a részét megtette. Szeretett minden nap, minden percben, úgy, ahogy volt, betegségének éveiben is. Barátai, akik azért mentek, hogy meglátogassák és felvidítsák őt, végül mind arról számolnak be, hogy ők lettek derűsebbek, és ők töltöttek fel Chiarától, mert egy olyan mennyei fény áradt belőle, ami túlragyogta a betegségének minden fájdalmát. Azt hiszem, hogy Chiara minden korosztály számára példakép tud lenni. Az idősek és betegek számára azért, mert ő a betegségére úgy tudott tekinteni, mint a Jóisten akaratára, amellyel azt akarja, hogy közelebb kerüljön hozzá. A fiatalok számára pedig azért tud példakép lenni, mert a sok ambíciójáról és tervéről mind le tudott mondani azért, mert Jézus azt kívánta tőle, hogy most a szenvedésével mutassa meg az embereknek, hogy igenis létezik a mennyország. Bátorítani szeretnék ezért mindenkit, hogy merjünk Isten szemébe nézni, és minden fájdalomban őt felismerni, amint Chiara tette. Hiszem azt, hogy sok testvérem életében van egy, vagy inkább vannak szentek, akik különösen közel állnak szívünkhöz, ismerik életüket, életpéldájukat.
Számomra is több ilyen szent van. Ezért is volt elsőre nehéz döntés, hogy a műsorban kiről beszéljek. Végül egy olyan szentet hozok a kedves hallgatók és jó magam elé, akit még egyelőre kevésbé ismerek. Mondhatni, csak most ismerkedem vele. Ez a szent, amellett, hogy életpéldájával, szavaival, írásaival tanít és vezet Isten felé, égi születésnapjával, az ünnepnapjával ragadott meg elsőre. Emiatt lett Avilai Szent Teréz a ma esti választottam. Hogy kifejezze az alábbi meggyőződésem. Minden szentek ünnepe és hónapja mindig azt juttatja eszembe és szívembe, hogy a szentek számomra egyrészt azok a testvéreink, akik várnak Isten színe előtt, és egyházunk példaképként állít elénk, akár csak Szent Teréz, másrészt azok a mellettünk lévő személyek itt a földi életben, akik szavaikkal, tetteikkel, vagy csupán egy-egy gesztusukkal Istenre irányítják figyelmünket, hozzávisznek közelebb. Megmutatnak egy darabkát Isten jóságából, szeretetéből, szépségéből. Avilai Szent Teréz ünnepnapján Teréz mellett egy ilyen, számomra igen különleges személyt, példaképet is ünneplek, hálát adok érte Istennek. Lássuk, ki volt ez a Szent Teréz. Avilai Szent Teréz a 16. század szentje, 1515. március 28-án született családja 11. gyermekeként. Már gyermekkorában kitűnt temperamentuma, tudásvágya, szeretetkészsége és az a művészete, hogy embereket megvidámítson és nevetésre indítson. Mindezek egész életét átkísérték. 18 éves koráig a férjhez menés gondolata foglalkoztatta, 1535-ben mégis kolostorba vonult. Belépett a Kármelbe, apja ellenkezése ellenére. Elhatározása mögött nem szerelmi csalódás, nem is természetes hajlam, vagy a kolostor élet után vonzódás állt, nem is valami megfoghatatlan érzés, ami gyakran rejlik egy ilyen hivatás hátterében. Teréz az üdvösséget kereste, mégpedig nagy áron. Egyszerűen és őszintén azt látta be, hogy az ő természetével és a szeretet vonalán szerzett tapasztalataival a világban élve nem fog sikerülni az üdvössége. A kolostori életet komolyan vette. A kemény önsanyargatás miatt többször súlyosan megbetegedett. 1544 és 1553 között nagy belső lelki harcot élt át. 1554-ben következett be a nagy megtérése, 40 éves korában úgy érezte, hogy Isten egészen áthatja. Erről így beszél. Lehetetlen volt abban kételkednem, hogy ő bennem van, és én elmerülök benne. Az, amit addig éltem, az én életem volt. Az pedig, ami ekkor kezdődött, Isten élete bennem. Innentől kezdődik az az időszak, ami miatt mai napig egyházunk egyik legnagyobb misztikusaként tartjuk számon. Misztikus élményei, elragadtatásai miatt sokat szenvedett a gyanúsítások és meg nem értés miatt. Ugyanakkor ezek az élmények, ima tapasztalatok, mint igazi misztikust cselekvésre sarkolták. A tökéletességre törekedett, mindenek előtt igen hűséges akart lenni a rendi regulához. Megújította a kármelita rendet, létrehozva annak sarutlan ágát. Pápai és püspöki engedélye kolostor építésbe kezdett egy árva fillér nélkül, melynek első gyümölcse az 1562-ben megnyíló Avilai kolostor, amit rengeteg kolostor alapítás követett. Sokan és nagy lelkesedéssel csatlakoztak hozzá. Jelentős támaszt kapott keresztes Szent János és Grácián Jeromos személyében, akik mellette álltak. Velük
megalapította a rend férfi ágát. Életének utolsó 22 esztendeje ebben a tevékenységben telt, 17 női és 15 férfi kolostort alapított a sarutlan kármeliták számára. Közben megíródtak alkotásai, az önéletrajz, a tökéletesség útja, a belső várkastély. 1582. október éjjelén, október 4-én éjjel halt meg, Alba de Tormes kolostorában, de a Gergelyféle naptárreform következtében az évforduló következő évben már október 15-re esett. 5. Pál volt a kiszent boldoggá avatta 1614-ben, 15. Gergely 1622-ben Loyolai Ignáccal, Szavéri Ferenccel és Néri Fülöppel együtt avatta szenté. 1970-ben 6. Pál egyháztanítóvá avatta. Eddig ismerkedésünk során, ami megragadott benne, hogy egyszerre volt misztikus és földönjáró. Kemény, határozott harcos jellemű, ugyanakkor jókedélyű és humoros. Valamint az a külső és főleg belső szépség, amiben olyannyira hasonlít ő és az a személy, példakép, akiről néhány gondolat elején szót ejtettem. Teréz belső harmóniájának titka azokban a szavakban rejlik, amelyekkel magát szokta bátorítani. Semmitől ne félj, semmi meg ne rettentsen. Minden elmúlik, egyedül Isten marad ugyanaz. A türelem mindent elér. Ha Isten a tiéd, semmit nem hiányzik. Isten egyedül elég. Kívánom, hogy mi is megélhessük, megtapasztalhassuk Teréznek e szavait. Zárásként egy gondolat erejéig hadd kanyarodjak vissza minden szentek ünnepére. Idén egy gondolat a prédikációból nagyon megütötte a fülemet. Úgy érzem, kapcsolódik Teréz szavaihoz. A szent az, aki tartozik valakihez, és ezt tudja. Egyszer egy Clarissa nővértől hallottam azt a gondolatot, hogy az igazi vágy nem szívdobbanás. Erről a Szent Klára jött nekem eszembe, aki nevében és erényeiben egyaránt csodálatos nő. A napfényes Umbria tartománybeli kicsi városban, Perugia és Spoleto közötti Assisiben született a 12. század alkonyán. Celánói Tamás így jellemzi ezt a kort, egy elaggott, halódó világ, melyben a hit szeme elhomályosult, az erkölcsi magatartás bizonytalanná vált, a férfias tetterő megbénult, olyan idő, mikor a szenny és a gonoszság belső frigyre léptek egymással. Klára nemesi családból származik, édesapja lovag volt, az egész rokonsága a lovagi rendhez tartozott, nagy birtokokkal rendelkeztek. Már az anyamében formálódik különleges egyénisége. A már áldott állapotban levő édesanyja a kereszt előtt imádkozik és szózatot hall. Ne félj, asszony, mert szerencsésen olyan fényt fogsz szülni, mely még a nap fényének ragyogását is homályba vonja. A születendő gyermek a Klára nevet kapta, melynek jelentése fényes, világos, ragyogó. Békésen folyt gyermekkora, szép, előkelő művelt lány volt. Klára anyjának köszönhette vallásosságát, ő nevelte ilyennek, apjától pedig jellemsziráltságát örökölte, nem volt könnyű meghajlásra bírni. Minden tekintetet magára vont a főúri ünnepek alkalmával. Apja férjhez akarta adni, de ő elutasított minden házassági ajánlatot. Mégis volt benne egy rendkívüli tulajdonság, egy Istennek tetsző tulajdonság, a pozitív értelemben vett egyszerűség. Életének fordulópontja a Ferenccel való találkozás.
minden eltávolítani látszott őt Ferenctől. Társadalmi rangja, neveltetése. Az a tény, hogy Ferenc a Perugiával folytatott háború idején segített kiűzni Klára családját Assisiből. Tehát semmi sem készítette fel Klárát, hogy megértse Ferencet. Valószínű, hogy már gyermekként hallott Ferencről, amikor nagy port kavart megtérése, amikor mindenki bolondnak tartotta Bernardone fiát. Klára még gyermek ekkor, nem is tud véleményt alkotni a hallottakról, de telt múlt az idő, Klára felnőtt lány lett. Hallotta Ferencet prédikálni, akinek egyszerű, egyenes és égő szavai a lelke mélyéig megrendítették. Úgy tűnt neki, mintha magát Krisztust látná és hallaná. Szavai úgy visszhangoztak benne, mint hívás az evangéliumi életre. Ettől kezdve kereste Ferenccel való találkozást. Egy barátnője kíséretében többször meglátogatja. Ferenccel való beszélgetésekből azt szerette volna megtudni, hogy mit akar tőle az Úr. Ferenc Klárában felfedezi a megingathatatlan akaratot. Buzdítani kezdte, hogy egészen Krisztusnak szentelje életét. Ferenc szavaival és példájával tanított. Klára megértette Ferenc evangéliumi eszményét, megragadta őt az eredetisége. Ami ragyogó lelkét elbűvölte, az a Krisztus nyomában megélt szegénység volt. Ez az út az igazi testvéri közösség felé. Ez az út az egyszerűség, a béke, az öröm útja. Határozottságra és bátorságra val, hogy önállóan dönt. A középkorban a nő kiszolgáltatott helyzetben volt, nem dönthetett saját sorsáról, vágyai, elképzelései, gondolatai mellékesek voltak. Klára szembefordult családjával és a társadalommal. 18 éves, mikor a remény és a várakozás ünnepén, virágvasárnap még részt vesz családjával a Szent Misén, s még aznap éjjel végleg elhagyja a családi kastélyt. Búcsúzás nélkül kellett távoznia, ez felkavarta őt. Unokatestvérével, aki szintén apáca akart lenni, teljes csendben kilépett egy titkos ajtón, a holtak kapuján, amelyen át az élők sosem akartak volna távozni, hiszen csak a koporsóknak nyitott utat. Jelképes cselekedet. Meghaltak a világ számára, egy új élet kezdetét jelentette. A legszebb ruháját vette fel, ékszerekkel díszítette magát, mint az esküvőre készülő menyasszony. A Porciunkula beli Szűz Mária templomba ment, ahol Ferenc és társai várják. Minden készen állt. Ferenc megteremtette a hangulatot. Fáklyákkal várták Krisztus menyasszonyait. Egy másik jelképes cselekedet, hogy levágja Klára haját, az akkori női szépségeszmény elengedhetetlen tartozékát. Durva posztóruhát ült magára Klára. Kitört a botrány, mikor az üres szobát felfedezték. Nagybátyja felfegyverzett csapata élén utána ment. Erőszakkal haza akarták vinni, de akkor Klára felfedi megnyílt fejét. Ez ellen már nem lehetett semmit tenni. Mit ért a megannyi páncél és fegyver, a férfi túlerő a gyönge nővel szemben? Véglegesen a San Damiano templomához költözött. Itt találta meg a lelki nyugalmat, békét. Ez az a hely, amely Ferenc életében is fontos szerepet játszik. Ezt a templomot újította fel, itt hallotta Isten szózatát, építsd fel egyházamat. A szegénység, a munka, a szenvedés vállalása jellemezte Klára életét. Nemes hölgyek kezdték követni ezt az életformát. Több követője lett húga, édesanyja. Ferenc és Klára találkozása nagy és szent barátságá fejlődött, amely mentes volt a birtoklásvágytól, mert csak így lehet igazán szemlélni Isten arcát. Alapja elsősorban nézőpontjaik teljes megegyezése. Misztikus egység, az Istennel egyesült élet,
a maga legmagasabb formájában közvetlen kapcsolatban van a szegénységgel, a munkával, a megpróbáltatásukkal és az alázatos élettel. A béke, nyugalom, szelídség, Istenre való hagyatkozás jellemezte ezt a lelki rokonságot. Felbonthatatlan szeretett közösség ez. Klára, Ferenc, Krisztus hármasságán alapul. A kölcsönös egymásra figyelés, ahogyan gazdagították egymást, példaértékű. Klára tanácsai imája révén Ferenc felzaklatott lelkébe visszatér a nyugalom, és olyan tiszta lett, mint a hegyi tavak vize, írja Leclerc a könyvében. Klára révén érvényesült életében a női nézőpont. Sokat köszönhet neki. Vele beszéli meg kérdéseit, problémáit. Ő vele ápoltatja magát, ha beteg. Klára Ferencnek köszönheti új életét. Ezért dajkájának hívja őt, aki édes tejet adott neki. Önmagát Szent Ferenc kis virágocskájának nevezi. Ez a kifejezés magától Ferenctől származik. Így nevezte őt gyengéden. Az a vágy, amely összeköti őket egymással, számos legenda alapja. Az egyik legenda szerint Ferenc és Klára a folyó mentén sétál, az egyik parton, a másik a folyó másik partján. Ferenc forró vágyjal szeretne átmenni a másik partra, hogy Klárával találkozzon. A folyó azonban túlságosan mély és sebes sodrású. Ekkor Klára a hullámokra teríti köpenyét, Ferenc pedig átfut rajta. Ferenc erre megjegyzi, látom nővérem, Isten előtt nagyobb kegyben állsz, mint én. Egy másik legenda szerint Klára együtt akart étkezni Ferenccel, de ő elutasította kérését. Csak a testvérek közbenjárása veszi rá őt arra, hogy meghívja Klárát és néhány nővérét porcinkulába, szerény ebédre. De az asztalon lévő ételeknél sokkal fontosabb az, ami kettejük között történik. A szeretet, amely betölti őket, oly nagy és oly erős, hogy a kápolna, a testvérek otthona és az egész erdő lángokban áll tőlem. Azt hiszi, lakói odafutnak, hogy eloltsák a tüzet, de hiába, mert nincs ott semmi oltani való. Belépnek, és ott találják Klárát egy szerényen terített asztalnál. Rájönnek, hogy nem földi tűz, hanem kettejük szeretetének lángolása csalta oda őket. Egy másik legenda szerint pedig Ferenc és Klára együtt mentek a behavazott vidéken. Amikor egy út leágazáshoz értek a San Damiano templom közelében, elsőként Ferenc szólalt meg. Illik elválnunk. Mindig ő mondta ki az önmegtartóztatás, vagyis az erőszavát. Klára letérdelt a hóba, készségesen és teljes alázattal, amelyet csak Ferenc váltott ki belőle, s várta, hogy Ferenc megáldja. De azután remegő szívvel fölkelt, mint egy kismadár a téli pusztaságban, s az emberi vágy egy kislányos kérdésben tolult ajkára. Atyám, mikor látjuk viszont egymást? Amikor majd a rózsák virágoznak, felelte Ferenc a meghatottságában, kurtán, s tett néhány lépést, de Klára kristályosan csengő hangja újra szólította őt. Atyám! Megfordult. A bokrok Klára előtt lángoló rózsalugassá változtak, és bárhová nézett is a két szent, rózsák fakadtak a hóban, mintha csak csodálatos május lett volna. Szent Klára olyan értékeket képvisel, melyek mindenkorban a legszebb emberi vonások. Tisztaság, alázatosság, Isten szeretet, a szegények iránti fogékonyság, az imádságos lelkület, türelem, szolgálat, anyai gondoskodás, cselekedetekben megvalósuló szeretet, teljes odaadás, a csend szeretete, szükségessége, nem kell mindent megfogalmazni és kimondani. Élet példája elgondolkodtató, az utolsó hely a legszebb, kibékülés önmagammal, nem én vagyok a legfontosabb, tudjak háttérbe vonulni, hálát adni saját teremtettségemért és a másik emberért.
Tudok-e a másik emberre úgy tekinteni, mint a mennyei atya? Arra tudok úgy tekinteni, akit szeretek, arra felnézek, de mi van azzal az emberrel, aki nem a szívem csücske? Fel tudom-e fedezni a másik emberben az egyetlen arc vonásait? Ha az Úr szemével nézek a másik emberre, akkor meglátom-e benne a jót? Visszacsatolnék az alapgondolathoz, az igazi vágy nem szívdobbanás. Idézek Klára második leveléből. Amit vállaltál, amellett tarts ki. Amit tenni szándékozol, tedd, ne habozzál, hanem ellenkezőleg, gyors futással, könnyű léptekkel és port alig érintő lábakkal biztosan, vidáman és feltartóztathatatlanul haladj előre az üdvösség útján.